14 évvel ezelőtt Tamásiba kezdetét vette egy rendezvénysorozat, mely minden évben nyár elején, mondhatni nyárköszöntő jelleggel valósult meg az itt élő emberek és az ország más pontjairól ide látogatók életében. Ez volt a Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál. Ennek a gyönyörű természeti környezet, a parkerdőnk adott otthont. A 18-as évben már nehezen tudtuk ezt a rendezvényt lebonyolítani, hisz akkor már megjelent Magyarországon a Sertéspest is, és a terület tulajdonosa, a Gyulay ZRT már akkor úgy tájékoztatott minket, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvény komoly veszélyt jelenthet a vadállományra. Azt gondolom, nem a mi tisztünk megítélni azt, hogy ez mekkora valós veszélyt jelent. Számunkra az a fontos, hogy maga a rendezvény, maga a fesztivál csorbítatlanul kerülhessen megvalósításra, hiszen számos olyan kikötés és akadály gördült a szervezők elé, amit nem tudtunk tulajdonképpen teljesíteni. Így aztán úgy döntöttünk, hogy a fesztivált más helyszínen, és akkor már teljesen más köntösben, más névvel fogjuk megrendezni az idei évben. Itt állunk most is a Művelődési Központ és a Könyvtár előtti rendezvénytéren, ami számos rendezvényünknek, szabadtéri rendezvényünknek ad otthont az év során. Ezért is döntöttünk úgy, és kézenfekvő volt azt gondolom a döntés, hogy idehozzuk ezt a nagy, mondhatni második legnagyobb rendezvényt. A név az pedig nyilvánvaló, hogy változott, hiszen sem a természeti környezet, sem a vadászati erdészeti tartalom így nincs már a rendezvény mögött. Ezért gondoltuk azt, hogy a nevet is igazítjuk ahhoz a tartalomhoz, ami megjelenik a rendezvényen. A Színek, zenék, zamatok elnevezés mellett döntöttünk, hiszen az egész nap során már kora délelőttől rendezvények, zömében zenés rendezvények várják majd a térre látogatókat. A zamatok azok adottak, hiszen a főzőverseny változatlan formában kerül megvalósításra, vad és halételek kerülnek majd elkészítésre, innen jött a zamatok elnevezés. A Színek az pedig egy olyan kiegészítő programelemre utal, ami Tamásiban a rendezvények kapcsán még nem jelent meg, ez pedig a fényfestés. Bizonyára sokan vannak, akik már részesültek ilyen élményben az ország más pontjain, más fesztiválokon. Itt most először kerül megvalósításra, a mögöttem álló épületeket, fákat fogjuk megfesteni majd az esti főkoncert és az utána következő utcabál között. Azért gondoltuk fontosnak, hogy itt a rendezvénytér végében a fák alatt kerüljenek elhelyezésre a főzőcsapatok, mert akkor így ők is az egész nap folyamán élvezhetik a színpadi programokat, a rendezvénytéren zajló kulturális eseményeket. A jelentkezési határidő rövidesen lezárul, de a napokban még várjuk olyan csapatok, közösségek jelentkezését, akik június 4-én szombaton reggeltől akár késő éjszakáig szívesen töltenek velünk egy napot.